Ez pedig már, ahogyan azt a héten megszokhatták, a frontvonal, a híradó választási blokkja, ahol körzetről körzetre feltérképezzük az erőviszonyokat. Ma az ország egyik legtávolabbi szegletét, Szabolcs-Szatmár-Berek megye 3-as választókerületét mutatjuk be. A körzetet 4 éve a Fidesz-KDNP jelöltje Sesták Miklós vitte 48,64%-kal. A Jobbik jelöltje, Földi István 26,83%-ot, a baloldali összefogás jelöltje pedig 19,3%-ot szerzett, a többi párt jelöltje 2% alatti eredményeket ért el. A kormánypártok ismét a KDNP alelnökét és a jelenlegi nemzeti fejlesztési minisztert Sesták Miklóst indítják itt. Ellenfele ezúttal a Jobbikos Gyüre Csaba és a DK-s Robócki Dénesné lesz. A választókerület központja Kisvárda sokat fejlődött az elmúlt években, a környező falvakból azonban komoly probléma az elvándorlás. De ezt közelebbről is láthatta kollégánk Hauser Antal, aki ma járta be a vidéket. Szervusz, mit tapasztaltál ott Kisvárdán és környékén, mekkora a kontraszt Kisvárda és a környező települések között? Szervusz Ákos, jó estét kívánok a kedves nézőknek! Valóban jelentős az eltérés a körzetközpont Kisvárda és a másik 42 település között. Hogy másna mondjak, az elmúlt 4 évben ide Kisvárdára több milliárd forintnyi fejlesztés érkezett, a legtöbbet a helyiek is Sesták Miklóshoz kötik. Nekünk többen is azt mondták, hogy Kisvárda azért fejlődhet, mert hogy a képviselőjük egyben miniszter is. Ugyanezt már nem mondhatják el magukról azok a kisebb települések, amelyek Kisvárda környékén találhatóak. Itt egyébként épül az új futballstadion, amelynek a gyepét már most is fűtik, annak ellenére, hogy még nincs kész a lelátó sem, de hamarosan egy olyan mozis élménypark is elkészülhet, melyben egy egzotikus szegény negyedet is felépítenek, majd ezt sem feltétlenül tudják hova tenni a környékben élők, de hogy pontosan ki mit gondol a fejlődésről, ezt most mutatjuk önöknek. Jó napot, Kisvárda! Ébredni kéne már! Mennyire elégedett a település és a környék fejlődésével? Hű! Akkorát nem fejlődött Kisvárda az elmúlt években, mint most. Minden. Szét lehet nézni, akár nem tudom, idevalósiak-e, régi képeket és összehasonlítani. Akár az oktatás, a kultúra, a sport, infrastruktúrálisan gyárak épülnek, munkahelyeket teremtenek, minden tök jó. Megy. Nem tudom, hallottak róla önök. Ugye lesz a sportpálya, lesz a csúszda, a fürdő, 26, állítólag úgy tudom, 26 csúszda lesz majd. És akkor meg vagyunk elégedve a vezetőséggel. Hát én nem tudom. Azt kérdezték, hogy mi hiányzik még. Hát mondom, hogy lehúsz oda. Hát az is lesz elvileg egy termál. Komolyan? Hát ígérték. És nevetted. Na, hát ugye tényleg ugye terveznek egy termálvizes, ilyen hát nem lóúszodát, de hát ugye lovaknak ilyen rehabilitációs központot is. Ja, értem. De akkor lesz orvosi rendelő is benne biztos. A lovaknak? Aha. Hát azt nem tudom. Mi az, amit egyébként valóban hiányol Kisvárdában? Az, hogyha meg fogják csinálni a stadiont, kíváncsi lennék arra, hogy ki lesz a gazdája. Nem a Kisvárdának a lakossága fogja fizetni. Ez hiányzik jobban. Munkahely. Ez a legrosszabb, hogy nincs munkahely a fiataloknak. El kell innen vándorolni, és ez a baj. És ebben tudott már valamit segíteni, Sesták Miklós? Hát sokat. Próbál ide fejleszteni a Baromfit, akkor a csigagyárat, akkor kísérletében megcsinálták ezt a bió. Hát megpróbál mindent, amit el lehet követni, de hát sajnos ez a csücsök ide nem nagyon jön senki. Még a régi orosz hatás itt van a nyakunkon. Örüljünk annak, hogy van egy kisvárdi származású miniszterünk, mert azóta kegyetlenül fejlődik a város. Most én nem sértem meg a többi, mert is haver volt, előtte való, de 15-20 év alatt nem fejlődött annyit, hogy aztán ebben mennyi gentett dologban nem tudom. A beruházás dömpingen a választási kerületben induló ellenzéki jelöltek nehezen találnak fogást. A Színe Aqua névre hallgató fürdő és mozi parkba csak az önkormányzat közel 276 millió forintot fektet. Az MSZP-DK közös jelöltje szerint a gigaberuházás üzemeltetését a városnak kell majd fizetni.
nem élményparkra volna szüksége a Kisvárda lakosságának, mert nagyon sok a szegény ember. Ezt én tudom elmondani a legjobban, akinek van egy üzlete, és bejönnek hozzám, és az olcsó árut keresi mindenki, de még abból is engednem kell, mert máskülönben itt marad. Tehát a szegénység nagy. A flanc megvan, de csak külsőleg. Ennek van háttere is. És ezért gondolom én azt, hogy azokat a pénzeket, amit az Európai Uniótól támogatásként megkaptunk, nem arra kellett volna, nem arra kell fordítani, hogy élménypark legyen Kisvárdán. Sezták Miklós szinte mindenki ismeri a környéken, és senki sem vonja kétségbe, hogy rajta keresztül rengeteg uniós támogatást szívott fel Kisvárda. A nevéhez azonban olyan ügyek is kötődnek, amelyek beárnyékolják a látványos fejlődést. Termálvízzel fűtött gyep a stadionban, épülő gigantikus mozipark, benne egzotikus szegény negyed, és egy miniszter, aki miatt dől a pénz a választókerületbe. Kisvárda Sezták Miklós hátországa. 2010 óta képviseli a szabolcsi választókerületet a KDNP színeiben, és már 4 éve fejlesztési miniszter. Helyben mindenki ismeri. A környék gazdasági életében aktívan részt vesz. Az uniós forrásokból valóságos pénzeső hullott az elmúlt években a 17 ezres városra. A kiemelt állami beruházásokon kívül van itt 15 millió forintból épült közvécé, jutott némi támogatás egy szexshopnak és a miniszter tulajdonában álló autószalonnak is, bár szerinte ez alaptalan vád. Én úgy érzem, hogy ez a kétségbe esett emberek reménytelen próbálkozása. Nem tudok mást mondani ezzel kapcsolatban, és még egyetlen egy üzenet, vagy nem tudom, saját, hogy mi elemezzük, és tényleg a szükséges és elégséges lépéseket meg fogom tenni azért annak érdekében, hogy ezzel végre próbáljuk befejezni ezt a reménytelen próbálkozást. Az uniós pénzek kreatív felhasználására a legjobb példa a Roma Módszertani Központ névre hallgató konditerem. Bár roma integrációra nyert pályázati pénzt a város, cigányok sokáig nem mehettek ide sportolni. Haragudjon, nem tudom, kicsoda, fáradjon ki, legyen szíves, jó? Célpont című műsorunk riporterét is kidobták az épületből, és csak azután engedték be, hogy Sezták Miklóshoz is elért a botrány. Azt gondolom, hogy a roma integráció a sporton keresztül az teljesen megvalósítja a pályázati célt. De a célpont más furcsaságokat is talált a kisvárdai gazdasági élet működésében, amihez 1000 szállal kötődik a miniszter. A temetkezési piacon például a semmiből bukkant elő egy cég, ami rövid idő alatt teljesen kiszorította a vetélytársakat. A célpont rejtett kamerával forgatott a kórházban, ahol csak az új vállalkozást ajánlották. Amikor pedig a temetkezési vállalkozónál rákérdezett a riporter a városi pletykára, ami szerint a céghez köze van a fejlesztési miniszternek, a reakció sokat mondó volt. Mi a helyzet Sezstákkal? Állítólag neki kell visszaosztanod pénzt. Jézus már, Sezták. Ezt így mondták? Sezták Miklós ugyan népszerű a választókerületben, de az ilyen történetek miatt kevesen fogadnak arra, hogy a választások után is kormánytag marad. Kiszállna a kormányból Sezták Miklós, legalábbis a Népszava információi szerint a politikus a Fidesz-KDNP esetleges győzelme után sem maradna fejlesztési miniszter, amihez Orbán Viktor sem ragaszkodik. Volt, aki a lapnak azt mondta, hogy a tárcánál már mindenki pakol, Sezták esetleges utódjáról azonban egyelőre nem találgatnak. Kisvárdán erről is kérdezte Hauser Antal a helyieket. A legfrissebb sajtóhírek szerint Sezták Miklós a következő ciklusban, amennyiben nyer a Fidesz, már nem lesz miniszter. Ő sem annyira szeretne, és Orbán Viktor sem szeretné talán annyira. Ön szerint akkor is folytatódhat itt Kisvárda fejlődése? Meg lehet majd látni, hogy sajnos nem. Ha tehát nem lesz az, aki itt a Kisvárda, ezt a régiót képviselje, sajnos nem. Mert volt már itt előttük Tuzséni, meg össze-vissza mindenünnen. Mindenki magyarán mondva letolta Kisvárdát. Mi a véleménye Sezták Miklós képviselőminiszterről? Miki, hát az... Nekem a világon semmi problémám nincsen vele. Az, ami a többiről. Hogy? Hát, ne mondjam már magának.
tudják az maguk, mint én bőlem akarják kihúzni. Gyerekkorától ismerem, a munkáját becsülettel végzi itt, mert a fejlődés látszik. A többiről nem tudok, és nem is akarok. Kisvárda csak az egyik oldala a választókerületnek, Hauser Antal a környező falvakban is járt. Szervusz ismét! Kisvárda fejlődése mennyire hat ki a környező falvakra? Hát nem annyira, mint azt valószínűleg Sesták Miklós szeretné. Jártunk Ajakon, többek között Ajakon is, és még több környező településen, ahol már nem érződik az, ami itt Kisvárdán a forint milliárdok és a sok-sok euró millió. Az ott élő lakosok sok mindent hiányolnak, főként a munkalehetőséget. Ez is az oka annak, hogy jelentős az elvándorlás ezekből a falvakból, és nem csak külföldre, hanem már Magyarországon belül is 100 000 számra hagyják el a fiatalok az egyre jobban elnéptelenedő kis településeket. Fiatalok, akik elmennek ugye tanulni, azok általában nem nagyon jönnek vissza. És a fiatalok mennyire maradnak meg a településeken? Nem nagyon, mennek külföldre. Ismer olyat, aki elment? A fiam is. Hát 23 éves, 52-54 éve nem fog érettségét itt dolgozni, meg többen is vannak már ki külföldre. Én rokkal nyugdíjas vagyok Hollandiában, most Amsterdamban. A fiatalok itt maradnak a településen? Nem. Mindegyik elmegy. Nagyon sok üres ház van. Látsz realitását annak, hogy akár itt a térségben itt maradj iskola után is? Hát errefelé nem nagyon. És mit látsz akár a csoporttársaiddal, vagy a kortársaiddal? Mindenki elmegy inkább innen, vagy maradnak? Hát szerintem inkább elmennek. Ahogy önök is hallhatták, tehát egyre jobban elnéptelenedik a térség. Kérdés, hogy lehet-e ez ellen tenni, és hogyha igen, akkor mit? Erről is kérdezem mai vendégünket, dr. Gyüre Csabát, a Jobbik képviselőjelöltjét. Jó napot kívánok! Mit lehet tenni a térség elnéptelenedés ellen? Jó napot kívánok, tiszteltel, köszöntöm én is a nézőket. Hát elsősorban itt ez a probléma, itt a kisvárdai választókerületben, illetve ebben a térségben, hogy nincs elég munkahely. Itt a legnagyobb a munkanélküliség az egész országban, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 7,8%-os duplája az országos átlagnak, illetve innen a legnagyobb az elvándorlás. Pont azért, mert nincsen munkahely. És az elvándorlás jellemző arra, hogy belföldi elvándorlás is van. A belföldi elvándorlás itt a legnagyobb Magyarországon, ebben a térségben, 1%-os, ami azt jelenti, hogy minden évben a lakosság 1%-a belföldre elköltözik, de még nagyobb a külföldi elvándorlás. Ezért már nincsen munkahely. Attól függetlenül, hogy itt azt mondják, hogy mennyi pénz érkezik ebbe a választókerületbe, illetve mennyi pénz érkezik Kisvárdára, ez nem jelenti azt, hogy ez munkahelyteremtéssel járna együtt. Illetve egyáltalán nincsen olyan munkahelyteremtés, amely termelő tevékenység lenne ebben a térségben. Éppen ezért mennek el az emberek, nagyon sokan Nyíregyházára járnak el dolgozni, illetve a Koloplaszba, Nyírbátorba járnak el dolgozni. Itt este megfigyelhetőek 9 óra után jönnek a buszok, akik szállítják el az embereket, akik naponta másfél-két-három órát utaznak autóbusszal, csak azért, hogy a napi 8 órájukat le tudják dolgozni 3 műszakban. Persze. Bocsánat, de lehet olyan céget idehozni, mert ez nagyon jó, ugye ezt hallottuk már többször is, hogy munkahely, ez rendben van, de hát ki az, aki idejöhet opcionálisan ide az ukrán határ mellé? Nagyon sokan szeretnének idejönni, nekem ez a tapasztalatom. Például nemrégen a japán nagykövetség tartott egy fogadást, ahol pontosan japán nagyvállalkozókat hoztak össze országgyűlési képviselőkkel, és nekik az volt a problémájuk, hogy nem találnak olyan helyet Magyarországon, ahol lenne munkaerő tartalék. Én azt gondolom, hogy igenis lehetne idehozni, és nagy lehetőségek lennének itt, de mi a Jobbik Magyarországért mozgalom elsősorban hagyományos iparágokat szeretnénk fejleszteni ebben a térségben is, így leginkább az élelmiszerfeldolgozóipar, a konzervipar, az lenne fontos, és ezzel a vidék megtartó ereje is erősödne ebben a térségben, ami most egyáltalán nincsen meg, teljes mértékben hiányzik. Rövid kérdés, rövid választ. Sesták Miklós szeretik, mi azt tapasztaltuk, de sokan nem mernek beszélni azokról az ügyekről, amik hozzá kötődnek. Félnek az emberek itt a térségben? Természetesen van félelem az emberekben. Igen, azt látjuk. Több példát tudnék ezzel kapcsolatban felhozni, de igen, félnek. Ha röviden kell válaszolnom, akkor ennyi.
Gyüre Csaba, köszönjük szépen. Mi nem félünk, de azt mindenképpen el kell mondanom, hogy megbolygattuk itt az életet Kisvárdán és környékén. Már napközben a forgatás alatt is többen odajöttek hozzánk, hogy hallották, hogy a Hír TV a városban van. Most pedig, bár megmutatni önöknek nem tudjuk, de higgyék el, azzal az épülettel szemben, ahol most mi éppen vagyunk, hát ott található Sesták Miklós egyik üzleti érdekeltsége, az egyik kávézója, vagy a kávézója, és hát a sajtómunkatársai már megjelentek itt, és fotózták hol az egyik autónkat, hol minket, mondván, hogy mi biztos Sesták Miklós jöttünk megfigyelni, rossz hírem van, nem, mi a választással foglalkozunk, és azzal, hogy tájékoztassuk az itt élőket. Hauser Antal, köszönjük szépen!